Szentelecke Szent Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt első leveléből. Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják, béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akár csak a várandós asszonyt a fájdalom, és nem lesz menekvés számukra. De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg benneteket, hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Kedves testvérek, karácsonyra készülve nem csak arra készülünk, hogy Jézus első eljövetelének az ünnepét megünnepeljük, hanem a második eljövetelére is. Az első keresztények nagyon közelre várták a parúziát, köztük is volt, akik helytelenül készültek rá, például abbahagyták a munkát, csak azt várták, hogy mindent elintézzen a majd érkező üdvözítő. Azóta eltelt 2000 év, és már szinte senki nem gondolja, hogy küszöbben áll a megváltó eljövetele, pedig eljöhet bármikor. A Magyar Posta karácsony alkalmából egy olyan bélyeget adott ki idén, amelyen egy korcsolyázó pár szívet rajzol a jégre. Mit fejez ez ki? Talán az, hogy tél van, hideg van, hétvégére erős lehűlést is mondanak, lehet korcsolyázni, akár más téli sportokat is űzni. Lehet közös programokat csinálni odakint. Lehet egymás iránt szerelemre gyulladni, a szeretetet ápolni. Lehet a szabadidőt kellemesen eltölteni, kikapcsolódni. Ami már, hála Istennek, nincs rajta ezen a bélyegem, lehet sokat vásárolni, idegeskedni, a készletben nem felejtünk el valamit. Lehet sokat dolgozni, de hogy kikapcsolódni, még ha munkahelyünkről szabadságra megyünk is. Az adventi 4 hét idén teljesen meg lesz, egészen szombatig a 4 hét, és a 4 gyertya a megváltó első eljövetelére való várakozás 4 évezredét fejezi ki. De ahogy leég a 4 gyertya, főleg az első, nagyon gyorsan eltelik az a 4 hét. Nagyon gyorsan itt lesz a karácsony, és minden percnek értéke van. Még akkor is, ha csak a külsőségekre koncentrálunk, és azt szeretnénk, hogy jól felkészüljünk az ünnepnek a külsőségeire, hogy szép legyen a karácsonyi asztal, legyen elég ajándék a falat, mindenki örüljön majd neki. De még inkább, hogyha a lelkünk előkészítését tekintjük. Keressük a találkozási lehetőséget Jézussal a templomban, az otthonimában, a szentségekhez járulásban és a rászorulók segítésében. Legyen advent számunkra idén minél inkább lelki. Kérjük a mennyei atyát, aki elküldte szent fiát a világba, hogy üdvözítőnk és vigasztalunk legyen. Gyújts szívünkben fényt az adventi koszorú gyertyájáról, hogy messze űzze az ördög minden cselvetését. Kérjük téged, hallgass meg minket! Oszlasd el bennünk a bizonytalanság és a reménytelenség sötétségét, segíts, hogy feltekintve felismerjük, hogy elérkezett üdvösség. Kérjük téged, hallgass meg minket! Indíts bennünket, Urunk, jó szándékra, és adj segítőkészséget rászoruló embertársaink felé.
kérünk téged, hallgass minket. Ne engedd, hogy túlságosan lekössön minket a karácsony előkészületek lélektelen tevékenysége, add, hogy a lelkünket is megtisztítsuk a szent ünnepre. Kérünk téged, hallgass minket. Fogadd el felajánlásainkat, amelyekkel szent fiathoz akarunk hasonlóká válni. Mindenható Isten, aki úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte. Árazd ránk áldásodat, és halmozz el minket minden égi és földi jóval. Segíts, hogy adventben Krisztus eljövetelét várjuk, karácsonykor pedig üdvösségünket ünnepeljük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ébredj el, mert mi álmodból megszabadulsz rabságodból. Közelít már üdvösséget, eltörik már minden véget. Elküldé Szűz Máriát, kinek tiszta szűzébe alászállt az örök ére. A szűzhöz így szólt az angyal, üdvözli teljes malasszal. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiakhoz írt első leveléből. Karácsonyra készülve nem csak arra készülünk, ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják, béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akár csak a várandós asszonyt a fájdalom, és nem lesz menekvés számukra. De ti testvérek, ne járjatok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen be benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Kedves testvérek, az első keresztények nagyon közelre várták a parúziát, vagyis Jézus második eljövetelét, és ezzel kapcsolatban bizony elég sok visszaélés is elkövettek, főként azzal, hogy egyszerűen nem tudok kezdeni.
abbahagyták a munkát, és úgy gondolták, hogy az érkező üdvözítő majd mindent megold. Karácsony ünnepe csak később jelent meg az egyházban, mint liturgikus ünnep, és ekkor már Jézus első eljövetelének az ünnepét egyaránt megtartották, és készültek arra, hogy egyszer majd másodszor is eljön az üdvözítő. A mostani advent is arra szolgál, hogy egyszerre készüljünk egy 2000 évvel ezelőtti nagyon jelentős esemény megünneplésére, és arra, hogy az Úr Jézusnak a második eljövetelét is, arra is méltóképpen felkészüljünk. A Magyar Posta karácsonyra idén egy olyan béget adott ki, amelyen egy korcsolyázó pár a jégre egy szívet rajzol. Mit fejezhet ez ki? Talán az, hogy tél van, hideg van, holnapra erős lehűlést mond a meteorológia. Lehet korcsolyázni, vagy más téli sportot űzni. Lehet közös programokat csinálni odakint. Lehet egymás iránt szerelembe gyulladni. A szeretetet ápolni. Lehet a szabadidőt kellemesen eltölteni, kikapcsolódni. Ami már, hála Istennek, nincs benne a bélyeg ábrázolásában, lehet sokat dolgozni, lehet vásárolni, idegeskedni, vajon minden készen lesz-e, készületben nem felejtünk-e el valamit. Lehet sokat dolgozni, még akkor is, hogyha szabadságra megyünk a munkahelyünkről. Az adventi 4 hét és 4 gyertya a megváltó első eljövetelére való várakozás 4 évezredét fejezi ki. Idén úgy alakul, hogy még a 4. adventi hét is teljes lesz, ugye vasárnapra esik majd karácsony, de mégis nagyon gyorsan eltelik ez a 4 hét, leég ez a 4 gyertya. Minden percnek értéke van. Még akkor is, hogyha pusztán külsőleges készületet végzünk, vagyis hogyha csak az a cél, hogy minden rendben legyen a karácsonyi dekorációval, a fa alatt meglegyen mindenki számára az ajándék, aminek majd örül, hogy az asztalon minden étel finom legyen, de különösen akkor, hogyha a lelkünkre is gondolunk, mert a lelkünk előkészületét értjük elsősorban advent alatt. Keressük a találkozási lehetőséget az Úr Jézussal. Akár a templomban, akár az otthoni imádságban, akár a szentségekhez való járulásban, akár a rászorulók segítésében. Legyen advent számunkra idén minél inkább lelki. Ójjj, ójjj, üdvözítő, teljesült már az idő, őt hát az égzárt ajtaján, vár a világ sovár borán. Megnyílt az ég harmadozva, megváltunkat, hogy lehozza. Ég felhőjén nyíljatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Kérjük a mennyei atyát, aki elküldte szent fiát a világba, hogy üdvözítőnk és vigasztalunk legyen. Nyújt szívünkbe fényt az adventi koszorú gyertyát, hogy messze üzze az ördögöt minden cselekvését. Oszlasd el bennünket a bizonytalanság és a reménytelenség sötétségét, segíts, hogy feltekintve felismerjük, hogy elérkezett üdvösségünk. Kérünk téged, hallgass minket! Indíts bennünket, Urunk, jó szándékra, és adj segítőkészséget rászoruló embertársaink felé. Kérünk téged, hallgass minket! Ne engedd, hogy túlságosan lekössön minket a karácsonyi előkészületek lélektelen tevékenysége. Add, hogy a lelkünket is megtisztítsuk a szent ünnepre. Kérünk téged, hallgass minket! Fogadd el felajánlásainkat, amelyekkel szent fiathoz akarunk hasonlóvá válni. Kérünk téged, hallgass meg! Mindenható Isten, aki úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte, árazd ránk áldásodat és halmozz el minket minden égi és földi jóval.
Segíts, hogy Adventben Krisztus eljövetelét várjuk, karácsonykor pedig üdvösségünket ünnepeljük Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Üdvözlégy te!